Még a kamerára is rácsöppent a nyírfa nedve a nyíregyházi erdészettelep helyén. A térség egyik legjellemzőbb fafajából rügyfakadás előtt március közepétől április elejéig nyerhető ki a virics, vagy ahogy többen ismerik, nyírfalé. A nyírből származó édes nedv frissítő hatású, kisé édeskés ízű és nem utolsó sorban számos jótékony hatása van az emberi szervezetre. Belsőleg, külsőleg egyaránt használták nagyon sok mindenre, immunrendszer erősítő, vérkeringés javító, kiválasztórendszer, anyagcsererendszert segítő anyagok vannak benne, amik kedvezően hatnak. Bőr problémák ápolására, haj problémák ápolására is vannak leírások, hogy használtak ilyet. A nyírfák nyáron magukba szívják és elraktározzák a napfényből származó energiát, majd ugyanezt teszik az őszi esőből származó nedvességgel. A téli pihenés után a tavasz kezdetén a fák felébrednek, és gyökerükben tárolt energia által készen állnak az új növekedési időszakra. Ezt az ébredő időszakot jelzi a növény azzal, hogy a kis repedéseken keresztül vizet ereszt. A folyamat pedig könnyen felgyorsítható, így 5-6 órán belül akár közel 1 liter nedv is kinyerhető. Ha van egy nyírfánk, az már elég, nyilván túl fiatal, túl kis fában nem érdemes kockázatot vállalni, egy idősebb fában már van lehetőség rá. Keresünk egy olyan helyet a kéreg repedésekben, ahol nem olyan vastag a kéreg, egy fúróval fúrunk 3-4 cm mélyen bele, és gyakorlatilag ebben az időszakban, amikor még nem történt meg a lombfakadás, de már a nedvkeringés beindul, és gyakorlatilag a tavaly évben, egész évben a gyökerekben tárolt tápanyagokat, ásványi anyagokat, ilyenkor elkezdi dolgozni a fa a szöveteiben, és azt tudjuk kinyerni ebben az időszakban. Egy ilyen 2-2,5 hét van rá, amíg ez alkalmazható. Az erdész hozzátette, a fának ez az eljárás nem árt, mert csupán a tápanyag egy része folyik ki, és a megcsapolás helyei a növekedés során automatikusan benőnek. A fákból fakadó léből számos gyógyászati termék készül. Aki azonban a legtermészetesebb módon szeretne hozzájutni, már csak 1-2 hétig teheti meg. Ahogy jön a jó idő és elkezdődik a rügyfakadás, a nyírfa már csak arra fordítja az energiát.